Regisztráció érkezett még valaki, aki Pestre szeretne menni? Nem érkezett, MS Oldejetként fölvel? Igen. Igen, megérkeztek, 44 plusz 8 ül a buszon, csomagok bepakolva. Minden buszindulás előtt ellenőrzi a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat egyik munkatársa, hogy mindenkinek sikerült-e felszállnia a járműre. Ez a járat Beregsurányból Budapestre visz több mint 50 utánnak küldhet. A határmenti településen napi szinten 300 és 600 fő közé tehető azok száma, akiknek szüksége van valamilyen segítségre. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei falu már az első pillanattól kezdve támogatja a háború elől menekülőket. A menekültek száma lényegesen csökkent, ilyen napi 1000 fő jön át a Beregsurányi határátkelőn, ebből az 1000 főből igazából egy 5-600 fő, aki igazán tényleg menekült, a többiek kárpátaiak, akik jönnek át rokonokhoz, barátokhoz, és mennek vissza a nap folyamán. Mi itt a segítségponton a menekülteknek abba tudunk segíteni, hogy egyrészt beszállítjuk őket a határátkelőről, aztán itt a regisztrációs ponton regisztrálják őket a Magyar Máltai Szeretett Szolgált munkatársai tolmácsokkal. Eddig több mint 4 millióan menekültek el Ukrajnából az ENSZ adatai szerint. Magyarországra naponta csaknem 10 000-en érkeznek, akik közül mintegy 550 ezer menekültet fogadott be az ország az elmúlt 40 napban. Ebben nagy segítséget nyújtanak a karitatív szervezetek és a határmenti települések. A Beregsurányi segítőponton meleg és hideg étellel, itallal fogadják a menekülteket. Nagyon sokan vannak, akik már tényleg látszik, hogy hirtelen pakoltak, nincsen náluk sok dolog, ezért próbálunk nekik abban is segíteni, hogy ruhát adjunk, meg egyéb tisztálkodási szereket adjunk nekik. Most már kevesebben vannak azok, akik tudják, hogy hova szeretnének menni és hogyan, úgyhogy többnyire mi segítünk nekik abban, hogy legyen egy szálláshely, ahol fogadják őket, ahol tovább vezetik őket, és hogy eljutassuk oda őket. Néhány órát vagy napot is el lehet tölteni a helyszínen. A pihenéshez ágyakat, takarót és párnát biztosítanak a művelődési házban, valamint a tornateremben. Innen pedig tranzittal lehet tovább menni a különböző szálláshelyekre. A sofőröket ebben az esetben mindenképpen regisztrálják, hogy ne legyen az a visszaélés, hogy kit hova visznek, és tényleg mindenki odaérkezzen meg, ahová megbeszélték. Folyamatosan érkeztek az adományok a nap folyamán a segítőpontra. Amire továbbra is szükség van, az a tartós élelmiszer, víz, bébiétel, takaró, párna, ruhák, hiszen sokan csak egy-egy táskával érkeznek. Tehát aki teheti, mindenképpen segítsen.